Elérkeztünk Erdély egyik legnagyobb múltú iskolájába, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Liceumba. Meglepetésünkre, riportert kereső felhívásunkra két diák jelentkezett. Tetszett ez a kettősség, hiszen ha két bolyainak van szobra az iskolaudvaron, akkor miért ne lehetne a mai adásban ugyancsak két suli riporter? Kecskés Tamara és Osztián Pálma néha együtt, néha külön-külön készítik majd az interjúkat. Következzen az iskola részéről az ajánlólevél. Hogyan is választottak ki a mai suli riporterek? A Bolyainak nagyon nagy a felhozatala ebbe a tekintetbe, de megmaradtunk két névnél, akit többen is ajánlottak. Tehát Osztián Pálma és Kecskés Tamara. Hát a kisebbikkel kezdem akkor, de csak azért, tehát Tamarával, mert őt tanítottam 2 éven keresztül, tehát valamennyire ismerem. Röviden úgy tudom jellemezni, hogy egy komoly, értelmes, szorgalmas, ügyes leányka. Őt egy DS táborban ismertem meg, a diákszervezeti tábor, és DS-ezett is egy évet talán, utána pedig más vizeken nevezett, de ő is feltétlenül az aktív diákok sorába tartozik. Pálmát nem tanítottam, tudom, hogy 12-es, viszont rengeteg szerepét láttam, nagyon ügyes. Énekel, táncol, zenél, mindent csinál, szaval. Nem volt egy olyan iskolai rendezvény, ahol Pálma nem fuvolázott volna, nem énekelt volna, nem táncolt volna, nem szavalt volna. És úgy valahol mindenhol ott volt. Kiállása is van, fellépése is van, mert ezeken az alkalmakon neki ezt bizonyítani kellett, tehát ugyanúgy gratulálok mind a kettőnek. Mindkettő kiváló diák, és nem csak itt bizonyítottak, hanem az iskolában és tanulmányi szempontból is, meg a tevékenységekben is. Tamara és Pálma amolyan bevezető, kedvcsináló kisfilmet gondolt ki műsorunk elejére. Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit a Bolyaiban! Mi vagyunk a suli riporterek. Most pedig be fogunk olvadni a környezetbe. A diákok egy-egy szót kell mondjanak, ami eszükbe jut a Bolyairól. Egy szót mondjál, ami eszedbe jut a Bolyairól. Összetartás. Jó közösség. Alma. Lehetőségek. Fáradtság. Napmocsár. Hivatás. Sárga. Inspiráló. Összetartás. Közösség. Színes. Összegezve a diákok szavait, a közösségünk összetartó és nagyon színes. Mert ilyen a Bolyai. Ez a továbbiakban riportunkból kiderül. Ez bizony ígéretes kezdet. Bízzuk magunkat a lányokra. Lássuk, merre vezetnek minket ebben a nagyiskolában. Tamara, azt hiszem, az iskola riportból nem hiányozhat az igazgató. Ja, és melyikünk menjen be? Mondjuk te. Ó, kösz. Jó napot kívánok! Kecskés Tamara vagyok, a 11. F-osztályból, és azt szeretném elmondani, hogy én lettem a suli riporter, és hogyha nem zavarom az igazgató urat, felteltek egy pár kérdést. Gratulálok, hogy suli riporter vagy. Tegyél fel egy pár kérdést. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Úgy gondolom, hogy az, hogy izgulunk-e vagy nem, mikor bemegyünk az igazgatóhoz, attól függ, hogy miért megyünk be. Hogyha hibásak vagyunk valamiért, akkor nyilván izgulhatunk. Fú, nagyon féltem eleinte, akkora gombóc volt a torkomban, hogy úristen, az igazgatóhoz kell bemenjek és interjút készítsek. Igazgató úr, mik a fontosabb tudnivalók a Bolyairól? Órákat tudnék mesélni erről, de a legfontosabb az, hogy Románia egyik legjobb iskolája. Tehát a top 100-ban benne vagyunk már 4 éve, magyar iskolák között az előkelő első helyen vagyunk eddig. Kiválók a diákjaink, 1100 diák, ugye, kicsiktől egész a nagyig, tehát 6 évestől 18 évesig, és minden szinten jól teljesítenek. És persze a tanári kar is hozzájárul ez az eredményhez. És mégis miben rejlik az ereje? Tényleg létezik egy olyan bolyai szellem, ami benne van a diákokban, ami úgy összetartja, egy virtus, ami úgy jellemző a bolyaisokra? Igen, a virtus szüneteken nagyon lehet látni, az biztos, tehát az megvan a virtus, és ez szerintem jó, mert ha a diákok élénkek, vidámak, kezdeményeznek, akkor azt jelenti, hogy jól érzik magukat az iskolában. Ezt nagyon tudom tisztelni, és nyilvánvaló, hogy ehhez mi is hozzájárulunk, segítünk, hogy a szüneteken zene van, ami feldobja őket egy kicsit, és az nyilvánvaló a zene az is olyan, amilyen ők szeretnek. Amire még kíváncsi lennék, ugye nagyon sok iskolában van egyenruha, és hogy mi... De nekünk miért nincs, és miért nem vezették be? Jó a kérdés, ezt többször feltették az utóbbi időben. Őszintén diákok még nem tették fel, de most ilyen a helyzet. Körülbelül 2004-ben indultunk el egy ilyen kezdeményezésre, hogy legyen a Bolyaiba is egyenruha, a többi középiskola is beindult valamilyen formában. Már eljutottunk arra a stádiumra is, hogy divatbemutatót szervezünk meg a díszterembe, és ott a diákoknak a válogatott küldöttsége véleményezi majd, hogy milyen legyen ez a ruha. De csak ennyi volt. Nem jutottunk el odáig, közben megakadtunk, viszont ennek itt helyben bizonyos rossz emlékeink vannak, főleg az idősebb korosztálynak, ugye, mert akkor az egyenruha nem csak annyi volt, hogy mondjuk mint egyenruha, hanem az is, hogy meg is voltunk számozva. Ez volt a nyilvántartás. Tehát ezek a keserű emlékek. Várom az ötleteket, szerintem meg lehet valósítani, és nagy valószínűséggel ezt a kicsikkel fogjuk kezdeni. Tehát az 1-4-jel, mert ők mondjuk talán könnyebben elfogadják. Igen, ki lehet találni egy módszert. A lényeg az, hogy az iskolát meg kéne személyesíteni, ez biztos. Köszönöm nagyon szépen, igazgató úr. Én is köszönöm. Ez fontos, egy nagyon fontos mozzanata volt ennek a riporterkedésnek, és jó volt ezt végignézni, ahogy Tamara elvégezte, szerintem nagyon jól csinálta, és büszke lehet rá az igazgató is. Az egyenruhás kérdést azért tartottam fontosnak, legalábbis nekem fontos, mivel hogy én egyenruhát hordtam 1-4-be, és úgy feltűnt, hogy más iskolákban is vannak egyenruhák, igaz, hogy nem szeretném, hogy bevezessék, de úgy érdekelt, hogy a Bolyaiban, ami ugye nagyon híres iskola, miért nem vezették be az egyenruhát. Az iskola rövid történetét a bolyaisok egyik kedvenc tanára, Kálmán Attila ismerteti velünk. Tanár úr, mondana néhány szót a bolyaisok történelméről, a bolyai iskola történetéről? Igen, hát... Néhány szót próbálok mondani, hát nagyon-nagyon sok érdekes dolog van az iskolánk történetében. Ugye egyfelől van egy református kollégium, vagy kollégista múltunk, 1557-tel kezdődően. 2 intézmény volt az akkori Erdélyben, amely elkezdte működését, mint református iskola, Kolozsvári, illetve a, hát akkor még Székelyvásárhelyinek nevezett, ugye Scuola Particula. Ugye egy olyan intézményről beszélünk, ahol a diákok visszajöttek tanítani, elmentek külföldre, bejárták Európa nagy egyetemeit, és visszajöttek az alma materbe tanítani. És 1948-ig létezik ez a református múlt, hát olyan személyiségekkel, mint ugye Bolyai Farkas, vagy Bolyai János, vagy éppen dr. Bernádi György, városunk polgármestere, illetve az iskola szépítője, segítője. És ugye 1948-ban az államosítással egy más típusú, egy másfajta történelem kezdődik. Ha csak a bolyainak a történetét veszük, akkor ez 1956-ban kezdődik, az iskola akkori tanára, magyar irodalomtanára, Kozma Béla az, aki kijárja, hogy az iskola vehesse fel híres tanárának, Bolyai Farkasnak a nevét, és innen beszélünk igazából Bolyai Farkas elméleti liceumról. A bolyai nevet több iskola viseli a Kárpát-medencében. Magyarországon, a Vajdaságban és Kárpátalján is vannak bolyai iskolák, de ezek mind a Bolyai János nevét kapták. Egyedül a marosvásárhelyi iskolát nevezték el Bolyai Farkasról. A Bolyai Iskolák Szövetsége egy több éves múltra visszatekintő szövetség, már 15. alkalommal, idén lesz 15. alkalom, amikor megrendezzük ezt a találkozót. Tulajdonképpen hagyományról, összetartozásról, barátságról, egymás értékeinek a megismeréséről van szó. Egy kis versennyel is fűszerezve, de mindenképpen nagyon tanulságos, nagyon jó, és igazából a Kárpát-medencei összetartozást, magyarok közötti összetartozást erősíti. Köszönjük nagyon szépen! Riportereink úgy döntöttek, rendszerezik a dolgokat. Először a kicsikhez megyünk, hiszen ők jelentik az iskola jövőjét. a negyedik osztályban a közelgő magyar nyelvnapjára készülnek. Kérdeztem a gyermekeket, hogy mindenkinek az évben melyik a legkedvesebb napja. A végén azért kiderült, hogy a születésnap az mindenkinek egy drága, kedves nap. Na hát ebből kiindulva rájöttünk, hogy a Magyar Kultúra Napja is nagyon fontos, a versnap is nagyon fontos, és talán mindennél fontosabb ez a nagyon friss ünnep, amit a nyelv ünnepének tartunk, a magyar nyelv ünnepe. Minden népnek, minden származásnak az anyanyelve a legfontosabb, de a magyar az egy különleges nyelv számunkra is, és örvendek, hogy ma ezt ilyen szépen meg tudtuk ünnepelni az osztályban, és én nagyon fontosnak találom, hogy minden évben ezt megünnepeljük. Az anyanyelv még azért fontos, mert ezzel éljük le minden napjainkat, ezen beszélünk, ezen kelünk fel és fekszünk le, és ezen a nyelven álomba beszélünk is. És ez nagyon szép, és nagyon örvendek, hogy magyar iskolába járhatok, és hogy itt tehetek Erdélyben, és hogy ennyi mindent megtanultam a 4 év során, mert jövőre már 5-es leszek, és nem biztos, hogy ennyi minden sok szép ünnepet meg tudunk majd ott ünnepelni. Az iskola több tudományos konferencián is bemutatta a robotokat építő diákok tevékenységét. A lányok tudják, hogy riportunkban ezt a foglalkozást fontos megemlíteni. Ignác Anna informatika tanárnőnek köszönhetően iskolánkban létesült egy robotika kör. Azt szeretném kérdezni, tanárnő, mióta működik ez a kör, mi célból jött létre, és honnan szerzett iskolánk robotokat? A robotkör 5 éve működik, ez a 6. éve. Különböző pályázatokból, támogatásokból kaptuk a robotokat. Összesen iskolánknak 11 robotja van, itt most jelenleg 6 van működésben. A 6. osztályosoknak a robot munkáik, amik itt háttérben láthatóak. A célja az volt, hogy felhívni a programozás, a műszaki szakok felé az érdeklődést, és hogy megszokják az algoritmikus gondolkozást játékos környezetben. Hát a mi robotunk, van egy ilyen kar rajta, ami egy labdát fog, és a program segítségével így körbeforog, másnak odaadja a labdát. Hát a mi robotunkat egy fekete vonal követésére programoztuk, ami egy fekete vonalat követ minden helyzetben. Ez nekünk egy lap kell, egy fehér lap, amire egy fekete vonalat húzunk, akármilyen irányba, és a robot képes azon a fekete vonalon közlekedni. Hát a mi robotunk ilyen akármilyen programot végre tud hajtani a szenzoroknak köszönhetően, de most próbáljuk megcsinálni egy ilyen Lego robot szumó mérkőzést próbáltunk összehozni a barátaimmal. Sándor, azt szeretném kérdezni, milyen versenyeken vettél részt, és milyen munkát mutattak be a robotjaid? Hát először az Erdélyi Tudományos Diákkonferencián vettem részt, utána ennek a következő fordulóján az Országos Tudományos Diákkonferencián. Itt egy olyan Lego robotot programoztam, amely egy bevásárlóközpontban található ügyességi játékautomatán próbált magas eredményt elérni, majd sikere hiányában kimutatta, hogy az automata csal és nem lehet nyerni rajta. Számomra nagyon közel áll ez a témakör, szeretem a programozást, és nagyon örülök annak, büszke vagyok arra, hogy van úgynevezett utánpótlás, hogy ezek a gyerekek folytatják ezt, és hogy mindig lesznek az iskolában olyan diákok, akik érdekeltek lesznek ebben a témában. Tamara, ő ott nem a Tentamen főszerkesztője? Most, hogy mondod? Várjál, oda megyek hozzá, kérlek tőle egy pár kérdést. Az újságot egy iskolában nagyon fontosnak tartom, mivel a diákokat is szórakoztatja egyúttal, és sok mindent megtudhatunk egymásról, meg a környezetünkről is, és nagyon vicces dolgok is szoktak benne lenni, úgyhogy unalmas pillanatokban órán igazán nem nagyon szeretik a tanárok, hogyha előveszik, de előszoktuk, és nagyon jól szórakozunk rajta. A könyvtárban vagyunk, itt Csíptemen Mánya Zsófiát, aki a Tentamen, azaz a suli újságunknak főszerkesztője. Pontosabban mi is ez a Tentamen? A Tentamen az a bolyai diák lapja, független diáklapja, a 70-es évek óta működik. Most jelenleg én vagyok a főszerkesztője. Milyen rovatok vannak a Tentamenben? Van körkérdés, kultúra rovat, sportrovat, selfie, van egy olyan rovat, ahol a pszichológusnőnek tehetnek fel kérdéseket, még milyen van, van filmajánló, van egy ilyen vicces rovatunk, mi folyik itt, mozdulj ki, 1 perc irodalom, 1 perc más. Melyik a legközkedveltebb a diákok körében a rovatok közül? Hát természetesen a körkérdés, ugyanis azt azok a diákok írják, akik nem vesznek részt a Tentamen szerkesztésében, ugyanis ezt úgy kell elképzelni, hogy 2 szerkesztőnk elindul, egy kérdéssel a vállukon, és akkor minden diákot, akit így elcsípnek az udvaron, tőlük meg felteszik ezt a kérdést, és ők elég viccesen szoktak rá válaszolni. Köszönöm szépen! A Tentamen havonta jelenik meg, és nagyon népszerű a diákok körében. Az iskolai médiavilág másik fontos tényezője a szünetekben működő rádió. Térjünk be a Transbolyai Rádió stúdiójába. A régi világban alakult a diákrádió először, akkor belső rendszerrel működött, ez azt jelenti, hogy minden osztályban hangszórok voltak felszerelve, és így történt az adások közvetítése szünetekben. Korszakváltás után újraindítottuk a diákrádiót. Abban az időben, tehát az első időkben eléggé szerény eszköztárral rendelkeztünk, ezt folyamatosan fejlesztettük az idők során. A rádió neve Transbolyai Rádió, tehát a transz az közvetítést jelent, és bolyai rádió, tehát diákrádióról van szó. Milyen rendszer alapján teszitek ti a zenét? Tehát van valami szabály, hogy teszitek a zenét? Hétfőn vegyes, kedden jazz, szerdán ilyen tudsz-tudsz zene, csütörtökön ilyen lazább, csillesebb zene, és pénteken pedig a rock napja. Szeretem a suli rádiót, szerintem nagyon jó, hogy szüneteken van egy kis zene, hiszen a diákok egy kicsit kikapcsolódhatnak a nehéz óra után. Ebben a nagymúltú iskolában a sportélet mindig fontos volt. Több olimpikon is itt tanult, emléktábla őrzi a nevüket. A mai helyzetet is bemutatásra méltónak találtuk. A bolyais diákok életében a sport is igencsak fontos szerepet játszik. A továbbiakban Jakab Barna tornatanár úrtól tudhatunk meg néhány információt a sportélettel kapcsolatosan. 5 sportágban szoktunk részt venni versenyeken. A pingpong, asztali tenisz, foci, kosárlabda, atlétika és kézilabdában szoktunk mi a nemzeti sportolimpián részt venni, ahol a megyei szintű versenyeken is elég szép eredményeket értünk el az elmúlt években. Milyen eredményeket értek el a diákok a különböző versenyeken? Az elmúlt években egyik kiemelkedő eredményünk volt egy országos 4. helyezés az asztali teniszben, de büszkén mondhatom, hogy a kosárlabda sem maradt alól, sok éven keresztül a megye bajnoki cím elnyerése után regionális döntőkre jutott el a kosárlány csapatunk, fiúcsapattal is többször eljutottunk a megyei döntőre. Legutóbb Kolozsváron szerveztek egy diák sportolimpiát, ahol a 9 erdélyi megyéből vettek részt diákok, és ott a lánycsapatunk bajnok lett. A fiúcsapat sajnos csak második helyet fogta meg, 3 ponttal maradtunk alól a házigazda kolozsváriak ellen, és nem utolsó sorban megemlíteném az atlétáinkat is, akik az elmúlt években kiemelkedő eredményeket érünk el a megyei tetratlon bajnokságban. Legutóbb 2. helyen végezett úgy a lány, mint a fiú csapatunk. Az iskola a reál és a humán oktatás terén egyaránt elismert. Az infosok robotjaival már megismerkedhettünk. Most egy érdekes idegen nyelvórára pillantunk be. Buongiorno a tutti! Bonjour les amis! Iskolán különleges, mivel a diákok francia és olasz nyelvet is tanulhatnak. A továbbiakban Haller Béla, francia és olasz szakos tanár úrtól tudhatunk meg néhány információt. Tanár úr, elmondaná olaszul, hogy hogyan kell kérni egy kávét? Un caffè macchiato romano, per favore. De ezt igazából már Vásárhelyen is így kell kérni. Köszönjük szépen! És mit gondol a tanár úr, mennyire nagy az érdeklődés a diákok körében a francia, valamint az olasz nyelv iránt? Nem tömeges az érdeklődés, a divatos nyelvek az angol és a német, viszont aki ezt a kettőt választja, az rendszerint művészlélek, és ez a 2 nyelv mindig megtalálja a maga híveit. A suli riporter stábja váratlanul betért egy diákszövetségi gyűlésre. Éppen egy kirándulást szerveznek, a programot nagyon részletesen kidolgozták. A BDSZ az a romániai egyik legrégebbi diákszövetsége, 26. évét tölti. Érdekvédelemtől rendezvényszervezésig több programmal foglalkozik, jelenleg inkább a rendezvényszervezésre fektetünk nagyobb hangsúlyt, ugyanis, mint kiderült, erre sokkal nagyobb az igényük a diákoknak. Igyekszünk a bolyais életet bolyais életté tenni. A Furulya kör minden zenélni óhajtó diák előtt nyitva áll. Kellemes, megnyugtató időtöltés itt lenni. A Kárin János Furulya Együttes 2000-2001-es tanév második fél évében alakult. Iskolánk fizikatanára, László József tanár úr indította ezt a kört. Hát eleinte az ő osztályából voltak tanulók csapattagként, aztán később bővült a tagok száma, mivel iskolaszintűvé nőtte ki magát. Az erdélyi reneszánsz zene továbbvitelét és ápolását szeretnénk mi is megtartani, ennek a hagyományát, mert úgy gondoljuk, hogy ennek a régi zenének is van értéke. Aki nem a komoly zenét választja, elmehet a zenekörre, ahol gitárosok és énekesek a könnyebb műfajokat gyakorolják. Reggelente láttam a diákokat, hogy gitárral a hátukon jönnek iskolába, hallottam zenélni őket, és arra gondoltam, hogy miért teljen el úgy 4 év, hogy nem ismerjük meg egymást, és akkor jött az ötlet, hogy jöjjön létre egy zenekör, ahol megismerjük egymást, tanulunk egymástól, és közösen zenélünk. Az impozáns díszteremben próbál a színvonalas néptánccsoport. Sokan kedvelik a néphagyományok ápolását. Az iskolánkban 11 éve működik ez a néptánccsoport, a vezető tanár Hajdú Zoltán történelemtanár úr, és 9 és 12. osztály közötti diákok alkotják. Ez minden évben cserélődik, mivel a 12-esek elballagnak, és jönnek új 9-esek, akik feltöltik a csoportunkat. Melyek azok a rendezvények, amelyeken a tánccsoport felszokott lépni? A legnagyobb rendezvény a szalagavató, a 12-eseknek a szalagavatója, és a március 15-i előadáson, valamint kisebb előadásokon, mint például a német nyelvvizsgai kiosztó, vagy más rendezvények, kulturális rendezvények. Ott, ahol közel 1700 diák tanul, sok lenne még a felsorolni való. Riportereinknek rá kellett jönniük arra is, hogy az adásidő véges. Valahol be kell fejezni az iskola bemutatását, annak ellenére, hogy rengeteg dolog kimaradt. Nagyon fárasztó napnak tudnám ezt a napot mondani, de ez egy olyan fáradtság, ami jól eső. Tehát nem az, hogy úristen, ezt nem csinálnám végig még egyszer. Nagyon fáradt vagyok, de még egyszer végig csinálnám. Szóval nagyon szívesen csinálnám ezt, mint rendes munka. És örülök, hogy beláthattam úgymond a kulisszák mögé is, hogy hogy készül egy tévéadás. Számomra nagyon jól telt ez a nap. Örülök, hogy ki lettem választva erre a feladatra, hiszen valójában én is jobban megismertem az iskolát, és egyúttal Tamarát is, a riportertársamat. Nagyon jól éreztük magunkat, és ezt ajánlani merem minden iskolának, hogy készítsenek ilyen riportot diákokkal, mert egy nagyon jó élmény és tanulságos nap is lehet mindenki számára. A suli riporterek elbúcsúznak, fárasztó nap után indulnak haza. Mi pedig tudjuk, még visszatérünk ide, hiszen a katolikus osztályokról és az ugyanebben az épületben működő református kollégiumról most nem is esett szó. Ez majd egy következő műsorunk témája lesz. Csak jelentkezzen onnan is, suli riporter.